A Székesfehérvár Rally második napján 8 gyorsasági szakasz és 110 gyorsasági kilométer volt a teljesítendő penzum. A Bakoncsernye Nagyvelek szakaszon kétszer, míg a Pusztaván Kőhányás, illetve a Csákberény Árkipuszta gyorsokon 3-3 alkalommal autózott a mezőny. A kora reggeli 7 óra 15 perces kezdést követően, az egész napos száguldás után a verseny győztese délután 3:45-kor hajtott fel a Székesfehérvár belvárosában felállított céldobogóra. Úgy gondolom, hogy nagyot csatáztunk a Norbival. Azt azért lehet látni, hogy nagyon erősít a magyar bajnokság megint. Ez a verseny is ezt mutatta, és amúgy boldogak vagyunk, maximális pontot sikerült szerezni, megnyertük a Power Stage-et, úgyhogy amiért jöttünk, azt igazából teljesíteni tudtuk. Egy kis szerencsével ugyan, de sikerült közelebb jönni Hadik Andrissékhoz, illetve Vince Feriéktől meg tudtunk lépni egy picit, de a végére még így is maradt kevesebb egy picivel, mint 6 másodperc, 5,5, 6,6, 5,7, nem tudom pontosan. Nyilván egy kicsit csalódottak vagyunk, szerettünk volna itt nyerni, azt gondolom, hogy megvolt minden esélyünk rá, de a többiek most gyorsabbak voltak. Hát igazából az egész hétvége nagyon munkás volt, a tegnapi nap az eső miatt, a mai nap meg azért a feszített tempó miatt, hiszen szinte másodpercek választottak el mindenkit a második, harmadik, első helytől, tehát az első 4 helyezetben benne volt minden. Nagyon fárasztó volt, hosszú volt, meleg volt, és nagyon kivett minket, Ferikét és engem is. Én azt gondolom, hogy maximálisan meg lehetünk elégedve a harmadik helyjel. Örültünk volna a második helynek is, de maximálisan örülünk a harmadiknak is.